Idén is megtelt a Szekszárdi Városháza díszterme, ahol ünnepi közgyűlést tartottak a Városnapja alkalmából. Idén a város díszpolgári címet adományozott Bíró László tábori püspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferensének. A város Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet adományozott Kovács Jánosnak, Venez Díjas mesterszakácsnak és Dicenti Dezsőnek posztumusz, amit a híres szőlész agrogeológus nevével fémjelzett Kert barátkör elnöke Ferenc Vilmos vett át. Ács Rezső Szekszárd polgármestere köszöntötte az idei díjazottakat. A városvezető kiemelte, milyen fontos elismerni a városért és az itt élőkért sokat fáradozó szakemberek munkáját, és milyen fontos megtalálni létezésünk értelmét. Meg kell keresnünk, és meg kell találnunk egyéni és közösségi létezésünknek azt a talán egyetlen kitörési pontját, azt az akár életre szóló kihívást, ahol ránk, és csak mi ránk vár a küldetés, amelyet beteljesítve sikeres lehet életünk, sikeres a minket körülvevő közösség, és sikeres lehet legszeretettebb városunk, Szekszárd. Évtizedeken keresztül saját hitük szerint végezték a munkájukat, miközben az a cél lebegett a szemük előtt, hogy a munkájukkal a közjavát szolgálják, mondta ünnepi köszöntőjében Kovács János a díjazottak nevében. Jó érzéssel tölt el mindannyiunkat a város fejlődése, örülünk, hogy élhető városban élhetünk és tevékenykedhetünk. A kitüntetések megerősítik bennünk, hogy Szekszárd városában végzett munkát a köz megbecsüli. Az élet különböző területein, így a közigazgatásban vagy éppen az egészségügyben kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek munkáját is díjazták ezen a napon. Így például elismerték Harangi Ferenc, Faludi Péter, vagy éppen Bali Ildikó munkásságát. A Szekszárd javáért díjat pedig idén ismét egy svájci autóipari vállalat, az Advaltech képviselője vehetett át.